Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, elérkeztünk az év első így készült epizódjához, ugyanis Marics Peti és Radics Gigi egy közös számot készített, de hogy miért vagyunk itt egy kosárterembe, és mit keres a kezembe egy kosárlabda, azt most megtudhatjátok. Vérzősebb, állítsuk le a forgatást. Marics Péter, Magyarország itt áll mellettem elég korán reggel, ugyanis most már délelőtt forgatjuk ezt a fantasztikus videóklippet. Ugye ez te, feat. Radics Gigi, mit kell tudni erről a dalról, hogyan született meg? Ezt kérlek szépen köszöntöm a kedves nézőket, és Miskovics Marcit is, aki végre valahára felkelt. Vártam, hogy elkezdjen forogni a kamera, és bejön valaki. Csókolak. Igen? És azt kell tudni erre a számra, hogy ezt ahogy én 2022-ben írtam a refrénjét meg egy... Hát ennyire örülnek neked, hogy már megszólalsz, és már ennyire örülnek. Jók a füzetes tatkók, igen? Ez a 2022-ben írtam. 2022-ben írtam, és ez elég sokáig. Én úgy voltam vele, hogy ezt maximum, ha valaha megcsinálom, akkor ezt szólóba, viszont útközben... Ezt hallani fogják? Hát biztos, ez már hallani, szerintem ez hallatszódik. Na igen. Kinek szól? Tö, igen. De hát, ja, hát akkor még Andival voltam együtt, és ez neki szólt. És baszolj meg a Miskovics. Ezt szeretem, jó kérdéseim. Nagyon sok olyan zenét hallgattam mostanában, amiben nagyon sok zseniális női vokális volt, és úgy voltam vele, hogy rég volt ilyen, és maszkulin energia, nem szeretném, hogy több legyen, tehát más férfi azért ne énekeljen a nőmhöz, de a női szerepet el lehet játszani egy másik énekes jelenlétében is, és hát én a Radics Gigire gondoltam, ugyanis én nekem az egyik kedvenc magyar énekesnőm. Most már hipsterek vagyunk. Milókám, ugyan most nem vagy benne a dalban, mint előadó, viszont itt vagy a klipforgatáson és szerepelsz a klipben. Mit csinálsz pontosan? Hát, kikosorozottként kosorozok. Eljöttem hűlni, kosorozunk, piros csapatba játszok, ahogy látszik. Ez a sztár csapat egyébként, tehát ez a Marics meg te csapatod, vagy ez hogy néz ki? A fekete csapatról mit kell tudni? Én nem tudom, nem olvastam a forgatókönyvet, csak jött. De csak úgy jöttél, én ide csak feljárok. Feljárok, igen. Nem, hát tesó, kajak, amit az ördög mond, azt csináljuk, bár amúgy Istent követtem, szóval most ez egy kivételes alkalom, hogy az ördi a gyártás. Gyártás vezető, igen. Úgyhogy, yeah. Csók a családnak, szevasztok. Így mondjál még Milókám, csak egy mondat, hogy egyébként hogy ez most úgy alakult, hogy ez Marics feat. Gigi és nem Valmar feat. Gigi? Mert szerintem ez lesz az első kérdése minden rajongónak megint. Ja, ez amúgy... Ez a Petinek a szólódala. Valószínűleg sok kérdés fel fog vetni amúgy, de ugye Petinek ez egy... Hát nem tudom, mit mondott róla, mert mi a publikus, mi nem max kivágjátok, ez ugye régen még az Andinak, Andi inspirál dal. Elmondta. Ez Andi inspirál dal. Aztán igazán... Na, nőcskös, most egy kicsit éljövök ide sugabúvosozni, nem ilyen így interjút csinálni. Szóval ez Andi inspirált daltod, és akkor ilyen saját száron elindult a szisztéma. Aztán 3 és 3 perc 40 a zene, és itt tali van. Tehát, hogy igen, nem volt benne hely. És nincs rajta hely. Nem volt benne hely, meg igazából egy ilyen szubjektív önzenenek vallotta ő. Aztán ennyi volt röviden. Mehetem Radics Gigi, ugye, aki közreműködő ebbe a dalba. Hát a Peti elárulta nekem az előbb az interjúban, hogy nagyon meg volt hatva szinte, ő nem is gondolta volna, hogy te valaha közre fogsz működni vele. Te ehhez képest hogy álltál, a Petihez vagy a Valmarhoz? Tiszta dili amúgy, hogy ezt gondoltam, mert ez nem így van. Hát nagyon-nagyon szívesen működök vele közre, hiszen nagyon-nagyon tehetségesnek tartom, és hát amiket elért, én nagyon büszke vagyok rá. Úgyhogy nagyon nagy örömmel mondtam neki igent, és emlékszem, hogy egyszer találkoztunk még a Dancing előtt, és csak a benzinkútról hallottam én is, igen. Igen, és kiszálltam, és mondom, te miért nem hívsz engem, mondom, ilyen Budapest parkokra, meg nem tudom, hát énekeljünk meg együtt, csináljunk már valamit. Azt mondja, én? Hát te első jönnél velünk, mondom, hülye vagy, hogy ne jönnék? Mik voltak az alkotói folyamatok? Hát
őszintén szólva azt gondoltam, hogy ez a Peti dala, ami így is van, de amikor a stúdióban elkezdtünk együtt kreálni, ugye az én saját részemet azt én írtam meg a szöveget, a melódia az a Peti, és akkor így kikristályosodott minden, és olyan, mintha mindig is így tervezte volna a Peti, hogy egyszer én közreműködjek ebben a dalban. Így kell csajozni, kambe, jön egy klipes. Hölgyek, urak, Brunót is elkaptuk a klipforgatáson. Brunokám, te most ugye nem előadóként, hanem szereplőként vagy benne a videoklippe. Mit is csinálsz pontosan? Milyen csapatban vagy? Mi a te feladatod? Én a farkasokat erősítem. Stol Buci az edzőnk, egy kiváló szakember. Kicsit tartsd egy távol a mikrofon, mert nagyon megköpöm. Jó, és... Majd már megvan köpve úgyis. Persze, az mit tudsz. És szóval visszatérve, hogy a Stol Buci kiváló edző, rengeteg ugye kupát nyertünk már vele, kicsit csalódott vagyok az első fél időt a teljesítményünkért, lehetett volna kicsit több a bejátszás, meg az ilyen kosár, de azon kívül egyébként fél teljesen korrekt volt, és úgy gondolom, hogy így hasznosabb vagyok a csapat számára, mint hogyha énekelnék. Ki a legjobb csapatjátékos a csapatodban? Tehát ki az, aki mindig passzol, nem önzőzik, ki tudnál kiemelni a piros csapatból, a farkasokból? A csapatból azt tudom, hogy csapatjátékos a Csaisz mindenkinek megvolt igazából, szóval van egy ilyen közös, aki bedobálunk a közösbe, olyan, mint egy ilyen egy használt mez, vagy érted? Azt mondja Brunokám, hogy mi a közöd neked a kosárlabdához, mert a fociban tudjuk, hogy azért jeleskedsz, de hogy a kosár az mennyire megy neked amúgy? A kosárhoz mennyi közön van? Igen. Egyáltalán semmi. Szeretem a hip-hopot. Uh-huh. Ennyi közön van hozzá számra. Nagyon laza sport. Uh-huh. Kicsit fura, hogy értett felnőtt férfiak, nagyon szőrös testtel, nagyon-nagyon megízzava dörgölöznek egymáshoz, de a Spaklacia szereti ezt a sportot, szóval minden nap. Pont ő nincs itt egyébként. Igen, most éppen ő vámpírüzemmódban van. Barlangban lakik, barlangban alszik. Általában reggel 9-ig ébren van. Most éppen denevér egyébként, azt hallott a márciusig denevér lett. Az ördög borzasztóan idegesíten ordibál állandóan, de hát a... Szerintem azért kicsit élvezi, nem? Szerintem nagyon, igazán. Szerintem tudod, ki tudná élvezni? Te, én, meg ő. De az ördögön nagyon vicces, látszik rajta, hogy be van szarva a Stol Bucinak a jelenlététől, és egyszerűen nem meg 2 perceket késni. És be fogod adni velem, és gól! Stol András művész úr áll itt mellettem, aki ugye edző szerepében van most itt. Mit szóltál a felkéréshez? Hát amikor a Peti telefonált Marics, akkor nagyon örültem. Egyfelől láttam, hogy kiírja a telefonom, hogy Marics, na mondom már megint mit akar. De mi nagyon jóban vagyunk, hál' Istennek, úgyhogy bármikor fordulhatok. Én is hozzám, meg ő is hozzám. És mondta, hogy megtenném-e azt, hogy esetleg szerepelek a klipjébe, és nagyon-nagyon örömmel megtettem, mert hiszen a tidejének már szerepeltem, és kicsit még lelkismert fordulásom is volt, hogy pont a Marics, aki igazából a legközelebb áll hozzám, neki nem segítettem. És mondta, hogy kosáredzés, mondta, hogy itt lesznek a többiek is. Én csak annyit kérdeztem, hogy elhozhatom a kisfiamat, meg a kislányomat, mert ők nagyon nagy rajongói, úgyhogy most óriási boldogság van. Készültek fotók, beszélgettek, akkor mindenki boldog most. Készültek fotók, igazából ez nekem jó, mert a fiam marha büszke rám, hogy én a Maricsal, meg a Valkusztal, meg a Brunoval ilyen jóban vagyok, úgyhogy meg veled, mert neked is nagyon örült, amikor téged meglátott. Nagyon szépen köszönöm. Azt nem tudom, hogy tudod-e, de te adtad a Maricsnak egyébként az ihletet ez a dalhoz, tudod, hogy miért? Nem. Képzeld el azért, mert hogy amikor a Dancingben véletlenül egyszer rosszul konferáltad, hogy Radics Peti következik, és akkor Radics Gigivel összeállt, tehát hogy igazán az egész ötlet gazda, az te vagy, hogy ez legyen a feat. Radics Peti és Szana Alexandra! Az az érdekesség, hogy annyit marhultam már ott a próbákon ezzel, hogy Marics meg Radics, hogy a végén rácsesztem, mert ez, ahogy ez szokott lenni, az ember bemondja élőadásba is. De hát hál' Istennek a Radics Gigit is és a Marics Petit is nagyon kedvelem, és remélem, hogy ők is engem is, hogy nem volt ebből sértődés. Biztos vagyok benne. Nagyon szépen köszönöm ezt a gyors kis interjút. Ha jól hallottam, kell visszamened, úgyhogy jó edzősködés, kívánok neked további jó munkát. Szevasztok! Na jó, kezdünk szétesni, kicsit kezdünk szétesni. Tényleg amúgy szerint, ez az egy profi produkció, nem? Csináljuk. Na, csináljuk. Például most a rendezőnek kéne összehúzni, azt tudod, honnan indul a Gigi, honnan indul. Én tudom, most találjuk, nézzük a képet, bátya. Ez mondjuk már lehet, hogy a scriptbe bennek ez van, hogy legyen, nem? És mit mondta, hogy hányadik lépcsőfokról? Én konkrétumokat szeretnék. Mikor képél föl minket erre a mutatványra? Milyen este? Fél éve dolgoztak ezen. Szent este. December 24-én. Karácsonyi ebéd kellős közepén csörög a telefon, Marics Peti, ki más. Nyilván felvettem, Peti mondta, hogy hú, ne haragudj, nagyon boldog karácsony, de hogy január első heteibe le tudnánk forgatni egy klipet. Na, hogy hát... Ha muszáj! Jókor szólsz, de megpróbáljuk.
Ria Vattál mellettem az év első videóklip forgatásán. Orsikám, meséld el nekünk kérlek, hogy mennyire volt nehéz feladat, gyakorlatilag szerintem így ránézésre mondom, közel 100 statisztát szurkolót öltöztetni. Nagyon izgalmas volt, 90 statisztánk van körülbelül ott a nézőtéren, és akkor még a rengeteg a zenekar, a kiemelt szereplőink, ugye a kosaras csapat, tehát egy hatalmas csapat gyűlt össze, izgi volt. Ilyen High School Musical vibe-ot próbálunk így elérni, úgyhogy remélem sikerült. Egy-egy ilyen klip előtt, amikor ennyi mindenkit kell felöltöztetni, meg ismert embereket is, szereplőket, zenészeket, mindenkit, mennyi idővel kezdesz el készülődni, ruhákat válogatni, rendelgetni, vásárolni adott esetben, tehát hogy mennyi rákészülés kell neked ilyenkor a folyamatra? Hát azért már ugye 1-2 héttel előre tudjuk, meg körvonalazódik a fiúkkal, hogy mit szeretnének, de azért nagyon sok minden utolsó pillanatba dől el, sokat változtatunk még, sok új dolog derül ki, úgyhogy hát azért itt akár egy pár nap alatt is össze szoktam dobni a végén, ha úgy van. Itt emeltem Sandra és Lau. Mit szóltatok már a felkéréshez, hogy a Maricsék új videoklipjébe, vagyis a Maricsi és Gigi videoklipbe kell szerepelni? Szerintem mind a kettőnk nevében mondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy szerepelhetünk. Nyilván nagyon szeretünk táncolni, szeretjük a Petiéket, egymást is nagyon, úgyhogy boldogok vagyunk, hogy itt vagyunk. Egyébként ez a pompomlány szerep, mint olyan közel áll hozzátok? Tehát úgy kell elképzelni titeket, hogy mondjuk a gimiben nem tudom én csináltátok ezt, vagy valahol? Vagy ez mindig csak forgatásokon csináljátok, vagy hogy filmekbe, vagy műsorokba? Egyébként szerintem azt mindketten elmondhatjuk munkról, hogy amikor látunk ilyen filmeket, akkor mindig így bennünk van az a kis belső hang, hogy hú, de jó lenne kipróbálni egy ilyen pompomlány szerepet, és akkor tessék, itt vagyunk, hogy pompomlányok lehetünk egy napra, és szerintem nagyon élvezzük. Én ahogy néztem, egyébként ez nagyon ment, tehát hogy amúgy ilyenkor be kell nektek ezt gyakorolni, vagy pedig ez így zsigerből jön a mozgás? Hát van koreográfiánk, azt majd kicsit később mindenki láthatja, de nyilván a tánchoz tartozik az, hogy a színpadi jelenlét, illetve az ilyen kis színjátékok is mennek, hál' Istennek, meg hát nagyon élvezzük, ugye azért a cheerleadingnek pont az a lényege, hogy teljes lelkesedéssel ott legyünk mi, meg hát... Lelkesedést? Igen! Mi tudunk lelkesedni? Igen. Akarod hallani? Nagyon. Petyus? Igen. Petyus! Petié volt így az alapkoncepció, vagy tőletek érkezett, vagy fele-fele, hogy kell ezt elképzelni? Igazából szerintem ez a Petitől jött, hogy ő egy ilyen jellegű, ilyen kicsit ilyen gimis cuccot szeretne csinálni, volt különböző variációk, és akkor végül emellett tettük le a voksunkat. Ugye itt azért a 24-i Bence Peti hívás után még mi is a Bencével így gyorsan itt a karácsonyi vacsi közben megbeszéltük azt, hogy akkor ez így hogy lehetne, próbáltunk összehozni a Petivel egy meetinget, tehát az ünnepek alatt nem annyira sikerült. Egy-két buliba találkoztunk, ott meg nem erről beszélgettünk. Aztán igazából így a szünet miatt nehéz volt így az iskolákkal való egyeztetés, de sikerült amúgy így azért itt a aréna koncertet a fiúknak ezt összehozni. És mi az extra itt ennek? Itt egy tornateremben vagyunk, egy elég nagy tornateremben. Itt volt kosarazás, több csapat, nagyon sok szurkoló volt, több 100 fő ismételten. Nehézség volt koordinálni, vagy pedig jól ment neked itt a koordinálás? Én megmondom az őszintét, nagyon féltünk a Bencével mindketten attól, hogy ez hogy fog sikerülni, és ez ezúton is nagyon nagy hála amúgy a statisztáknak. Közel amúgy 100 fő statiszta volt, és 100 fő szereplő volt a mai forgatáson, és annyira jól viselkedtek, hogy egyszerűen tényleg ilyen, ez így rossz szó ezt mondani, de fegyelmezni nem kellett, hanem így azt mondtuk, hogy most szurkoljatok, örüljetek, kiabáljatok, álljatok fel, akkor mindenki azt csinálta, amit mondtuk, és nagyon gomnyomásra, úgyhogy ők nem profi, úgymond statiszták, meg színészek voltak, hanem ők a Petinek a felhívására jelentkeztek, és ezúton amúgy nagy pacsi srácok, tényleg nagyon ügyesek voltatok, köszönjük. Bence, úgy sikerült, hogy megálmodtátok egyébként minden jelenet? Teljesen most már vége fele vagyunk, talán egy utolsó közös Peti-Gigi jelenet van, de minden úgy sikerült, ahogy terveztétek? Abszolút, egyébként azt tudni kell, hogy az eredeti koncepció az amerikai foci lett volna. Nyilván ezt a Peti ötlete volt, és utána én mondtuk neki, hogy azért így -4 fokba nem biztos, hogy annyira jó ötlet, aztán mondta, hogy ja, és akkor így jött a kosár, mert nagyon akarta ezeket a pompon lányokat így beleépíteni
a sztoriba. Egyébként szerintem sikerült megvalósítani, amit megbeszéltünk, meg amit megálmodtunk. Nyilván egy-két dolgot ilyenkor mindig kénytelenek vagyunk elengedni, és kompromisszumokat hozni, de ez ilyen, ez mindenhol így működik, egy filmnél is, bárhol, úgyhogy ez... Srácok, két tanulság van. Egyrészt, hogy mindenki legyen kompromisszumképes, másrészt, szerintem jövőre közösen kell karácsonyozni a Petivel, és akkor biztosan hamarabb tudtok majd egyeztetni. Az van, hogy amúgy majd, hogy nem közösen karácsonyoztunk, mert volt egy ilyen kis évvégi finales összeröffenésünk, ahol szó esett sok mindenről, de erről nem. Megoldottuk, itt vagyunk, reméljük tetszik mindenkinek, ezúton is nagyon nagy pacsi amúgy az összes táptagunknak, tökre vártuk, hogy amúgy együtt forgatassunk most már minden mindenkivel. Köszönjük szépen, szevasztok! Igen? Egy remek évindító projekt volt. Így van, és nézzétek meg a klipet, hogyha még nem láttátok, szevasztok!